Közgyűlés. 32 pont szerepel a májusi testületi ülés napirendjén. A képviselők költségvetés módosításról is tárgyaltak. Nyertesek. Több mint 2 millió forintot kapnak a város civil szervezetei a Jóléti Alapítvány pályázatának jóvoltából. Büntetés. Akár 5 milliós bírságot is fizethet, aki június 30-áig nem írtja ki birtokán a parlagfüvet. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Városfejlesztési elképzelések, a költségvetés módosítása és a felsőoktatás is terítékre került a májusi közgyűlés délelőttjén. A képviselőknek 28 napi rendi pontban nyílt ülésen, négyben pedig zárt ajtók mögött kell döntést hozniuk. Szombathely 2030 című pályázatával 40 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat, amelyet a városfejlesztési programok előkészítésére fordíthat. A pályázat támogatói okiratát egyhangúan fogadta el a közgyűlés. Több órán keresztül tárgyaltak az integrált városfejlesztési stratégia második és harmadik üteméről a városatyák. Az előbbi pályázat keretében épülne körforgalom a Dózsa-György, Óperint, Körmendi és Kálvária utcák kereszteződésében, újítanák fel az 52 lakásos társasházat az Óperint utcában, és ez a pályázat fedezné az evangélikus templom felújítását is. A beruházás harmadik ütemében pedig a Csónakázó tó környékét újítanák fel. A testület ezen az ülésen módosította idei költségvetését is, amelynek részeként anyagi segítséget kapott a Bújai iskola. Vita nélkül fogadták el a képviselők azt a határozatot, amely szerint az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a város felsőoktatási intézményeivel. A Szombathely Visszavár program hatékonyabb működése érdekében azonban nem csak az iskolákkal, de a város nagy foglalkoztatóival is egyességet kötött a város. Többek között a felsőoktatási intézmény által előírt kötelező szakmai gyakorlat teljesítéséhez nyújthatnak majd segítséget a cégek. Szintén a délelőtt folyamán vitatták meg a képviselők a településkép védelméről szóló három határozatot, amelyeket az ellenzék is jól kidolgozottnak ítélt. Heves vitákat váltott ki a falkógyár tervezett fejlesztése, végül széleskörű egyeztetés összehívása mellett döntött a grémium. A közgyűlés délutáni történéseiről pénteki híradónkban számolunk be. Több mint 2 millió forintot nyertek el idén a szombathelyi civil szervezetek a Város Jóléti Alapítványától. A szervezet 1991 óta ír ki pályázatokat a rászorulók érdekében. A Jóléti Alapítványhoz ebben az évben 20 szervezet nyújtott be pályázatot, közülük 12-en kaptak támogatást. Olyan programokat támogat az alapítvány, amelyben a szociálisan rászorult személyek jólétét tudjuk ezzel valamilyen szinten elősegíteni. Különösen gondolunk a különféle sérüléssel, fogyatékkal élő emberekre, különösen gondolunk az ifjúságra, az idősebb emberekre. A Boza Gáborné Alapítvány már többször nyert kisebb-nagyobb összeget a Jóléti Alapítványtól. Most 200 ezer forintot kaptak az Együtt élünk című rajzpályázatuk második fordulójának lebonyolításához. Idén a Fehérbot napján, október 15-én kiállítás és könyvbemutató lenne gyerekrajzpályázat rajzaiból, és tulajdonképpen a kiállítás és a könyvkiadás kapcsán a díjazott gyerekeknek nagyon értékes, szép könyvjutalmakat, nyereményeket, írószercsomagokat szeretnénk átadni, és ehhez kértük a Jóléti Alapítvány támogatását. Varga János, aki gyermekkorától fogva látássérült, számos programon vett részt, amelyet a Boza Gáborné Alapítvány szervezett. Nagyon jó az az alapítvány, és így mindenhol, mert jeli arborétumtól kezdve a hegypásztor kör,
Oszkói hegypászó körbe is. A Jóléti Alapítvány, amelyet a város önkormányzata hívott életre, lehetőségeihez mérten, a jövő évben is támogatja majd a város civil szervezeteit. Akár 5 millió forintos bírságra is számíthat az a telek tulajdonos, aki június 30-áig nem írtja ki birtokán a parlagfüvet. Bár az esős időjárás enyhítheti a pollenallergiások tüneteit Szombathelyen, így is sokan szenvednek a betegség miatt. A parlagfű, látjuk, hogy állába is van. Ez egy legerősebb négykeresztes allergia. Ez 10 milliméteres. Egyre többen végeztetnek allergiatesztet, sokan az ismert tünetekkel fordulnak orvoshoz. Itt egy beteg kezén a bőrpróbát értékeli a szakember. Bár az esős időjárás enyhítheti a pollenallergiások tüneteit, Szombathelyen így is sokan szenvednek. A gyakorisági sorrendet lehet felállítani az allergének között. Nagyon sok vizsgálat és nagyon sok orvos tapasztalata alapján a leggyakoribbak a házi allergének, a házipor atkák, aztán a fűpollenek, aztán a parlagfű allergénjei. A levegő pollen szennyezettségét központilag figyeli az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat. Pollencsapdánk van az épület tetején, ráadásul egy teljesen felújított és a tetőszinten más széljártább helyre helyezett, és hát ebben figyeljük heti leolvasással az előforduló virágporokat. A parlagfű ugyan még nem virágzik, de időbeni írtásáról törvény rendelkezik. Amennyiben a kert tulajdonosa nem tesz eleget az előírásnak, büntetésre számíthat. Azoknál a háztartásoknál, ahol rendszeresen nyírják a füvet, itt nem kell ilyentől tartani. Június 30-ától kezdődően a jegyző olyan hatáskör, vagy olyan döntéseket tud hozni, hogy azonnali eltávolítását, bizonyos területeknek parlagfűmentesítését tudja szabályzatban, határozatban rögzíteni. Ezután a parlagfűvel szennyezett telek tulajdonosa köteles kifizetni a bírságot, amely a terület nagyságától függően 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet. Koszorúzás Wagner András sírjánál. Művésztanárok és diákjai kiállítása nyílt meg a képtárban. Gyermeknapi forgatag a Napraforgó bölcsődében. Rövid hírekkel folytatjuk. Megkoszorúzták Wagner András, Szombathely egykori polgármesterének sírját. A város rendszerváltás utáni első szabadon választott polgármestere két cikluson keresztül 1990 és 98 között vezette a várost. Súlyos közlekedési balesetben 2007. május 6-án hunyt el. Emlékét a város korábbi és mostani első emberei Szabó Gábor, Ipkovics György és Puskás Tivadar idézte fel a Jáki úti temetőben. Zöld jelzést kapott a tehetség és az alkotó kedv a Szombathelyi Képtárban. A Zöld jelzés címet viselő kiállításon a Nyugat-Magyarországi Egyetem képi ábrázolás és kézműves, valamint rajzszakon végzett hallgatóinak diplomamunkái láthatóak. Ahány alkotás, annyiféle stílus, műfaj és gondolat várja a képtár látogatóit, akik a diákok műveinek terme mellett 30 művész tanár alkotásaiban is gyönyörködhetnek. A tárlat június 14-éig tekinthető meg. Színes, gyermeknapi forgataggal várta az érkezőket csütörtökön a Napraforgó bölcsőde. A kicsik számos játékot kipróbálhattak, láthattak kutya bemutatót és megcsodálhattak tűzoltó és rendőrautót is. A gyerekek ügyeskedhettek a kézműves vagy a zenemanó sarokban, majd tapsolhattak az aerobik bemutatón. A nap végén pedig Anna és Peti játszik címmel mesejáték is szórakoztatta a gyereknap résztvevőit. Harmincnégy vasmegyei általános és középiskolás csapat versengett a történelmi témaparkban megtartott honvédelmi erőpróbán. A diákokat nem csak a feladatok, de az időjárás is próbára tette. Hát egy ilyen fegyvernek üres állapotban 5 kiló a súlya, ugye töltött állapotban ennél több. A honvédelmi erőpróba versenyzőinek többek között ezzel a gépkarabéllyal kellett körbefutni az akadálypályát, de a feladatok között szerepelt a sebesült szállítás, a gumifutás és a kúszás is. Nem készültünk igazából, de jó volt. Az első kör meg könnyebb volt, a második nehezebb fegyver miatt, mert nehéz vinni.
meg szerintem a táskát is. Kihívás igazából, hogy legyőzni a másikakat, vagy a többieket. A honvédelmi erőpróbára a megye általános és középiskolái nevezhettek. A program népszerűségét jelzi, hogy 34 csapat versengett egymással. A honvédelmi erőpróbának az a célja, hogy egy kicsit megmozgassuk a gyerekeket. Tehát a katonai toborzás felé, a katonai pálya felé tereljük a gyerekeket, és olyan feladatokat tudjanak végrehajtani, amik később majd a katonai pályájuk során is megjelenhetnek a kiképzésük során. A két lányból és két fiúból álló csapatok nem csak az ügyességüket, hanem egy totó kitöltésével a tudásukat is összemérték. A honvédelmi oktatás egy külön választható terület, a NAT kiemelt területként kezeli, tehát gyakorlatilag az iskolák beemelhetik a programjukba, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos is, hogy ez megtörténjen, hiszen ez egy olyan terület volt, ami nem volt igazán a figyelem középpontjában, holott nagy szükség van rá. A szervezők célja nem csak az volt, hogy a fiatalok körében népszerűsítsék a katonai életpályát, az egészséges életmódra és a sport fontosságára is fel akarták hívni a figyelmet a rendezvénnyel. Meglepetésre hazai pályán 3-1 arányú vereséget szenvedett az Illés Akadémia U19-es labdarúgó csapata a Felcsúti Puskás Akadémia együttesétől. A szombathelyi játékosok az egész mérkőzésen fáradtan, fásultan mozogtak. Az U19-es kiemelt országos bajnokság 18. fordulójából elmaradt mérkőzést pótoltak Szombathelyen, ahol az Illés Akadémia együttese fogadta a Felcsúti Puskás Akadémia gárdáját. A komoly presztízsmeccs első félidejében nem született gól, ám a második játékrész elején hamarjában kétszer is betaláltak a vendégek. Az 50. percben Oldal Tibor megpattanó szabadrugásból, nem sokkal később pedig Dos Reis Teixeira 15 méteres fejesből vette be a hazaiak kapuját. A derbi 56. percében Hús Patrik szépíteni tudott, amikor is egy kipattanó labdát váltott gólra. Pár pillanattal a lefújás előtt azonban Hudák Martin egy elemi erejű bombával eldöntötte a 3 bajnoki pont sorsát. A mérkőzést így végül is meglepetésre 3-1 arányban elveszítette az Illés Akadémia, kifejezetten tartalékos összeállításban szereplő csapata. Nagyon fontos szempont volt, hogy hétvégén az MB2-es utolsó fordulóban még viszonylag pihent állapotban, és a úgymond félig egészséges játékosaikat rendbe rakjuk, így ezen a mérkőzésen 4-5 hiányzóval léptünk pályára. A felcsútiak elleni meccsen a szombathelyi csapatban több olyan ifjú labdarúgó is játszott, aki a napokban érkezett haza egy hollandiai tornáról, így ők rendkívül fáradtan, fásultan mozogtak a pályán. Hát szerintem labdatartásba ugye jobbok voltak, meg hát helyzetkihasználásba is jobbak voltak, mint mi most. Ugye ez fáradtságnak köszönhető, hogy mi kevesebbet tudtuk a labdát tartani, de megpróbálunk javítani legközelebb. Az Illés Akadémia U19-es csapata jelenleg a bajnokság 8. helyén áll. A szombathelyiek eddig 27 mérkőzést játszottak, és ezeken összesen 36 pontot gyűjtöttek. A szombathelyi televízió híradóját látták. A legfontosabb események összefoglalói megtalálhatók az interneten, a www.stv.hu címen. Híradónkat óránként sugározzuk, friss hírekkel hétköznaponként este 6 órától várjuk Önöket. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!